Remek idő fogadta a Mátai Szakközépiskola végzős diákjait a ballagási ünnepségen. A szép ünnepségnek az igényesen díszített udvar adott helyet, ahol kényelmesen elfértek a szülők, rokonok, a tanárok, a meghívottak. Abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Mert amikor bennünket elküldtek, az útrabocsátó hatalom így szólt. Rád bízok minden embert külön, kivétel nélkül mindenkit. Segíts, adj enni, adj ruhát, mindenkire vigyázz úgy, mint magadra, és ne hagyd sötétségben elmerülni. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átérsz, osszad meg, az egész világ a tiéd. Szabad vagy a kövektől az ételig, ismerd meg, hódítsd meg, senki se tiltja. De jaj neked, ha magadnak tartod. Elbocsátlak téged is, mint mindenkit. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, s el kell számolnod minden fillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál, és minden boldog pillanattal, amit magadnak tartottál meg. Most eredj és élj, mert a világ a tiéd. Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt, meghívott vendégeinket, szülőket, rokonokat, intézményünk diákjait és tanárjait,
és külön nagy szeretettel a búcsúzó diákokat. Kedves végzősök, különleges osztály vagytok iskolánk történelmében. Olyan nehézségekkel kellett majdnem 2 évig szembenéznetek, mint a világjárvány, és annak minden hátránya. 2 osztály végzett úgy előttetek, hogy nem szervezhettük számukra vallagást. Az idei tanévnyitón egy mesét mondtam nektek a királyról és az építészeiről. Az volt a tanulsága, hogy milyen csodálatos dolog, ha mindenki jól ismeri a maga tudományát, szakmáját. Nem azt kértem, hogy mindenki kitűnőre vizsgázzon, hanem azt, hogy ebben az embertelenül nehéz világunkban elsősorban ember legyen csupa nagybetűvel. John Ruskin filozófus írja, ahol nincs emberség, ott minden más, természet, világ, ész, logika, rang, dicsőség hiába való. A kérésemet teljesítettétek azzal, hogy közösségi életünk mozgatórugói ti voltatok. A talpra esettségeteket is bizonyítottátok tanulmányi és sportversenyeken. A máltai szellemiséget közvetítettétek iskolánk népszerűsítésében végzett munkátok során. Mi kellett ahhoz, hogy idáig jussatok? A család. Fontos tudnotok, hogy honnan jöttetek, és hová tartatok. Szüleitek, nagyszüleitek áldozatvállalása, segítségnyújtása kísért benneteket az úton, az ember próbáló feladatok irányában. A tágabb családot az iskola jelentette számotokra, hiszen az elmúlt években második otthonotok volt. Kiváló tanárokkal, vidám és komoly rendezvényekkel, melyek rólatok, hozzátok szóltak. Az iskola és a család nyújtja számotokra a tudást és a biztonságot. Tiszteljétek ezért őket, és mondjatok köszönetet szüleiteknek és tanáraitoknak az áldozatos munkájukért. Szeressétek ezt az iskolát minden erényével együtt, mert iránytű, amely segített megtalálni számotokra a helyes utat. Most, amikor elballagtok, kikerültök ebből a védőburokból, felnőtté, szabaddá váltok. Ne felejtsétek azonban soha, hogy a szabadság felelősséggel jár. Most többet kérek tőletek, mint évelején. A szabadság azt jelenti, hogy ti döntitek el, hogyan szelektáltok a felszínes, könnyű kibúvókat kínáló borító csodaszerek és a valódi megoldások között. Ti döntitek el, hogy a mai világ könnyen hozzáférhető tudásszereteiből hogyan kovácsoltok magatoknak valódi tudást. Ti döntitek el, hogy az értékek, életformák zűrzavaros kínálatából hogyan választjátok meg a saját utatokat. Azt kérem tőletek, hogy döntéseitek során mindig az igazi értéket, becsület, emberség, szeretet vezéreljen. Sok bátorságot, józanságot kívánok nektek a rátok váró úttalálkozásnál. Hangas Béla szavaival köszönök el tőletek, az egész világ a tiéd, ismerd meg, fordítsd meg, senki sem tiltja, de jaj neked, ha magadnak tartod. Felelős vagy minden emberért, aki veled él, és el kell számolnod minden pillérrel, amit magadra költesz, minden örömmel, amit magadba zártál. Most eredj, és élj, mert a világban tiéd. Kedves szülők! Köszönöm eddig is segítő támogatásokat, és gratulálok végzős gyermekükhöz. Az elmúlt években önök remek partnerként tudtak együttműködni a tanárokkal, szem előtt tartva a gyerekek érdekeit is. Ez a közös munka rövidesen meghozza a gyümölcsét, amihez természetesen továbbra is szükség van önökre, sőt talán most, amikább a leginkább szükség. Szülőnek lenni igazából azt jelenti, hogy az ember élete egy csodálatos káosztá válik, a feladat pedig az, hogy ezt menedzseljük valahogy. Ez a menedzselés önöknek sikerült. Önöknek, akik együttműködtek, biztattak, akik tartották a gyermekükre a lelket, akik ha kellett dicsértek, vagy éppen dorgáltak, ahogy a helyzet egy szerető szülőtől megkívánta. Kedves tanártársaim, kollégáim! Szeretettel üdvözöllek benneteket is, és köszönöm az elhivatottságotokat, szorgalmatokat, türelmeteket, amivel hozzájárultatok, hogy most itt állunk. Köszönöm minden kedves meghívottnak, hogy meghívásunkat elfogadta, és részvételével megtisztelő az esemény.
Köszönöm a fenntartó folyamatos szakmai és emberi támogatását, mind a hétköznapokban, mind a mai jeles napon nyújtott segítségét, és nem utolsó sorban a Magyar Mártai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-Dunántúli Régió folyamatos pártból segítségtartását. Végezetül Albert Amos szavaival köszönök el, megköszönöm a megtisztelő figyelmüket. Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Köszönöm a figyelmet. A következő percekben a 11. osztályosok nevében Csóré Balázs vesz búcsút az iskolától, az itt maradó diáktársaktól. Kedves tanáraink és diáktársaink, én itt oly sok szeretetet kaptam, és oly nagy szeretetben éltem. Ha odakint is ilyen szép az élet, én boldog leszek, és nem hiába éltem. Én itt oly sok szépet, és jót tanultam, itt mindig hűtársak között voltam. Az évek hamar elrepültek, de emlékük elkísér, amíg élek. Ezek az érzések kavarognak most bennem, amikor társaim nevében búcsúzom iskolánktól. Mi, végzősök, most félszegen, és mégis büszkén állunk itt. Nem csak a ruhánk, a szívünk is ünneplőbe öltözött. Megcsináltuk. Mi, akik megjártunk sok iskolát, a vadóz gyerekek, a tanulni nem mindig akaró, ma búcsút veszünk az iskolától. Mára csak az öröm maradt, ám nem felejtjük el, hogy sírva, nevetve, sok-sok könyörgés árán, harcolva, ellenállással, tanáraink mégiscsak segítségünkre voltak abban, hogy végre most kezünkbe vehessük a végső bizonyítványunkat. Nem felejtjük el a sok biztatást, jó szót, az észhez térítő dorgálásokat sem. Köszönjük! Köszönjük, hogy ebben az iskolában mi mindig azt éreztettük, hogy a dolgok értünk történnek, hogy figyelnek ránk, hogy törődnek velünk, hogy segítenek, hogy bátorítanak, ha kell. Éreztük, hogy sokszor tanáraink, oktatóink jobban akarták megtanítani velünk a tananyagot, mint azt mi akartuk megtanulni. De végül csak sikerült, és közös a dicsőség. Ez az iskola indít útnak bennünket, és úgy érezzük, hogy tarisznyánk most csordultig van. Talán a megszerzett szakmai tudáson túl a jó indulat, a türelem, a megértés, a munkatisztelete, a jóság tölti meg. Hamarosan eljön az a perc, amit régóta várunk, kezünkbe vehetjük bizonyítványunkat. De ez nem csak egy okmány, amit lopogtatni lehet. Benne van sok küzdelem és szorgalom. Bár a papíron csak számok vannak, jegyek benne, van sok-sok emlék, sok-sok munka, törődés és biztatás. Úgy gondolom, a nagybetűs életbe lépve leginkább csak magunkra számíthatunk. Az akadályok leküzdésében bizonyára sokszor az segítségünkre mindaz, amire itt neveltek minket. Itt maradó diáktársainknak is azt tudjuk javasolni, hogy az iskola törődését, odafigyelését nagyon becsüljék meg, és értékeljük az itt folyó oktató-nevelő munkát. Ígérjük, hogy az iskola szellemiségét megőrizve, az itt szerzett tudásra építve, igyekszünk élni felnőtt életünket. Nem tudjuk, mit írjunk, az írás úgyis hasztalan. Vízérzés elmosódik, emlékül nem marad. De szívünkben őrizzük meg egymást, és az együtt töltött éveket, mert sokszor fogjuk visszasírni a nehéz, de boldog diák éveket. Viszontlátásra, kedves tanáraink, viszontlátásra, diáktársaink. A 10. osztályosok nevében Garant Szintia búcsúzik a végzősöktől néhány gondolattal. Kedves ballagott társaim, az iskola tanulói nevében én búcsúzom tőletek, mely nem könnyű feladat. Azt gondolom, olyan osztálytól búcsúzunk, akik sokat tettek iskolánk asztalára. Élénken emlékszem karácsonyi műsorokra, kirándulásokra, tanulmányi versenyekre, sportprogramokra, ahol együtt voltunk, együtt alkottunk valami értelmeset. Örülök, hogy az évek alatt társatok lehettem ebben. Persze a szünetekben elköltött csintevések, dobálózások, idétlen viccek, a közös bandázások sem maradhattak ki az életünkből. Ti is megtapasztalhattátok Mátai wellness gyötrelmeit, tanáraink szigorát, kaptatok a dicséretek mellett dolgálásokat is. Azt már most érzem, hogy hiányozni fogtok, üresebb lesz nélkületek az iskola. Azt is érzem, hogy megfelelő útra valóval indultok el, és tudom, ha a megszerzett szakmai tudásotokat megfelelően használjátok, akkor sikeresek lesztek az életben.
Remélem hallunk majd rólatok, hogy mennyire profi gépeket hegesztettetek össze, mennyi idős rászoruló emberen segítettetek. És akkor büszkén mondhatjuk, esőjében jártunk veletek. Kívánunk nektek sikeres szakmai vizsgát, jó munkahelyet, boldog magánéletet és örömöt. Nem vagyok bölcsen nálatok, ezért inkább bölcsember gondolataival búcsúzom, és ha ezt megfogadjátok, bizonyára gazdagabb és tartalmasabb lesz az életetek. Ha az élet egykor jó sorsot ad, megtölni, megalázni, ne kívánjon másokat. De ha jön idő, mely rád néz a mostról, megtölni, megalázni, ne hagyd magad soha. Most Pintér Katinka mondja el Török Vivien végzős tanulónk búcsú versét. Török Vivien, búcsú. Hiányozni fognak az iskolai évek. Kilépni a nagybetűs életbe, még félek. Hiányozni fognak a tantermek, melynek falain a mi alkotásunk díszeleg. Hiányozni fognak az iskolában a padok, mikor puskát írtunk rá, akkor voltak a bajok. Hiányozni fog az a rengeteg óra, de legfőképpen a tanórák hossza. Hiányozni fognak a szünetek, a sok közös nevetés. A tesi óra alól az a rengeteg felmentés. Hiányozni fognak a tanárok is, akik megtanítottak minket az életre, ami zseniális. Hiányozni fogtok ti is, diáktársaim, akik mindig színesebbé tették a napjaim. És végül hiányozni fog az iskola, aki a kapuit előttünk mindig nyitva tartja. Hálásak vagyunk mindenért, amit itt kaptunk, de sajnos a mai nappal elbúcsúzunk. Arra kérek minden diáktársamat, utoljára így együtt énekeljük el a 20 év múlva című dalt. Máltai Szeretetszolgálatnak, azon belül a Közép-Dunántúli régiójának is mindig külön gondja volt iskolánkra, folyamatos támogatásuk nagyban hozzájáró sikereinkhez.
Most Bondor Lajos régióvezetőnk adja át a szeretett szolgálat ajándékát végzőseinknek. A végzősöket a Magyar Mártai Szeretett Szolgálat Devecseri Szakképző Iskola a 3 éves teljesítményükért jutalomban részesíti, azt a szempontot figyelembe véve, hogy minden gyermekben van valamilyen értékes tulajdonság, valamilyen kiváló képesség, amivel kitűnik a többiek közül. A szakiskola tanárai ezeket igyekeztek az évek során észrevenni és értékelni. A jutalmakat átadja Gyenes Tiborné igazgatóhelyettes és egyben osztályfőnök. Barca Kevin a hegesztési gyakorlaton tanúsított szorgalmáért, egyenletes fejlődéséért, teljesítményéért, iskolai közösségi munkájáért. Bogdán Bálint a hegesztési gyakorlaton tanúsított szorgalmáért, egyenletes fejlődéséért, teljesítményéért, iskolai közösségi munkájáért. Bogdány Amanda szorgalmáért, jó tanulmányi eredményéért, kimagasló közösségi munkájáért, iskolák népszerűsítéséért, az országos szakközépiskolai tanulmányi versenyen nyújtott teljesítményéért. Bogdán György a hegesztési gyakorlaton tanúsított szorgalmáért, egyenletes fejlődéséért, munkájáért. Csóré Balázs példamutató magatartásáért, tanulmányi eredményéért, a hegesztési gyakorlaton tanúsított egyenletes szorgalmáért, fejlődéséért, kimagasló közösségi munkájáért, iskolánk népszerűsítéséért a sportversenyeken, az országos haditorna versenyen, valamint az országos szakközépiskolai tanulmányi verseny döntőjében nyújtott teljesítményéért. Horváth Attila a hegesztési gyakorlaton tanúsított szorgalmáért, egyenletes fejlődéséért, szorgalmas munkájáért. Horváth Cintia a gyakorlaton tanúsított szakma iránti elkötelezettségéért, közösségi munkájáért, sportversenyeken, az országos haditorna versenyen nyújtott teljesítményéért. Jumbirt Antal a hegesztési gyakorlaton nyújtott teljesítményéért. Kozáni Dominik a hegesztési gyakorlaton nyújtott egyenletes, szorgalmas munkájáért. Madar Dóra példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi munkájáért, iskolánk népszerűsítéséhez készített videófelvételeiért. Nagy Vivien kimagasló közösségi munkájáért, műsoros szerepléseiért, iskolánk népszerűsítéséhez készített videófelvételeiért, az országos szakközépiskolai tanulmányi versenyen nyújtott teljesítményéért. Orsós György Renátó a hegesztési gyakorlaton tanúsított egyenletes szorgalmáért, kimagasló munkájáért, az országos haditorna versenyen és sportversenyeken nyújtott teljesítményéért. Orsós Loretta iskolák népszerűsítéséhez készített videófelvételeiért, az évek során mutatott egyenletes fejlődéséért. Pál Anna Viktória iskolák népszerűsítéséhez készített videófelvételeiért. Pintér Katinka példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, kimagasló közösségi munkájáért, iskolánk népszerűsítéséért, országos szakközépiskolai tanulmányi versenyen nyújtott teljesítményéért.
Révai Alexandra a 9. és 10. évfolyamokon nyújtott példamutató szorgalmáért, kimagasló tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért. Szilvási Bálint a hegesztési gyakorlaton tanúsított egyenletes szorgalmáért, kimagasló munkájáért. Török Laura az évek során mutatott egyenletes fejlődéséért, közösségi munkájáért, műsoros szerepléseiért, iskolánk népszerűsítéséhez készített videófelvételeiért. Török Vivien példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kitűnő tanulmányi eredményéért, kimagasló közösségi munkájáért, iskolánk népszerűsítéséért, az országos haditorna versenyen, sportversenyeken, valamint az országos középiskolai döntőben nyújtott teljesítményéért. Orsos Cindy a szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítményéért. A jutalom és köszönet nem csak a tanulókat illeti meg, hanem a sikerek mögött álló szülőket, édesanyákat, akiknek áldásos munkáját Csézi Mama című számával szeretnék megköszönni, melyet Török Vivien előadásában hallhatunk. Thank you.
pedig a végzősök a magasban engednek egy-egy lufit, jelezvén, hogy a diákévek ilyen gyorsan szálltak el, és bíznak abban, hogy egyre magasabbra jutnak ők is, akár csak ezek a léggömbök. Kívánjuk, hogy így is legyen.